Király László, halljátok el a dalt. Halljátok-e a dalt, szomorú szerettei? Halljátok-e az éneket? Megnyílik-e még előtte a lélek a békétlen őszülésben? Halljátok-e az éneket, melyből kényszerűen kivész, savakkal az érzelem kimaradik, s csak szál, csapkodva köröz az értelmet kutató zengés? Mert dal azért, és száll, mert mi más tehetne. De nem röppen vele többi a mámor, az elveszett. A békességgel tündöklő virág hasonlatokban, s nem gyönyöríti a szó édes ritmusa sem. Ingó, bingó, zöld fűszál szépen felöltözik, lilium rózsával meg is törölközik. Csak a szándékért mégis vasszorítások, penge hasogatások, megvakítatások, folytva elnémítások ellenére is. Csak a szándék, az egyetlen emberi, a derű emlékét legalább feledni nem akaró, a derű emlékével is túlélni akaró, csak a szándék él, s csontra azokban az is. És már itt derengnek az estéri szürkületben az értelem s az eszmélés biztos dunkanyarjai, mint kitűnő lehetőségek. És mit? Halljátok-e az éneket, szeretteim? A nyelvet, mely csoda mégis, és megmenthet bennünket. Hinnünk kell fegyvereiben, hisz hadsereg, erő, biztonság, becsület, kitartás minden ő benne van. És ő benne madarak csőre nyírhat dalra bármikor szelíden, jókedvű nemzedékeknek, ha lesznek ilyenek. És rétek vannak, terülnek, rinnak, hullámzanak, párálnak, zöldelnek, tárulnak. Pipacsos rétek szerelmesekkel, szeretők véréből szökkent pipacsokkal, és visszatért nyugalomban, csönd, egészség, értelmes munka, érdemes munka, minden. És énekelni fogunk egyszer, én tudom. Énekelni fogunk mindenek ellenére, majd asztal köré ülünk a téli konyhában, összegyűlünk és mondjuk. Tél lesz, hogy pattogjon a tűzben a fenyő, s adja vissza elveszett melegünk a bűn. Énekelni fogunk. Jaj, csak azt el ne feledjük! Énekelni. Este jön szőkülvé, tűzhelyeket se tervé, mert nem tudod kijönni, mert nem tudod kijönni. Szürkület legyen hát nagy felhű téli szürkület, ingófényű besefert tűzhelyekkel, ott várjuk mi lassú pálinkák között, régi vastag pohárban, gyöngyöt vető pálinkák között. Igen, hinni kell ebben, hogy ott várjuk mind a nem tudjuk ki, akiért veseperve már a tűzhelyek, s akit az ének mi nekünk megígér. És aki az ünnepi csöndbe majd belép, a havat magáról letopogja, a szent, az ezüst, a gyémánt, a hűs havat letopogja, és leprüszköli magáról, mint csikó a havat. És Isten hozta a gyönyörű havat. Most már nem hiányzik közülünk senki. Isten hozta. Ó, beázott posztó illata álmod. Most mindnyájan
végleg boldogan együtt vagyunk. Halljátok az hűnöket. Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban Barta Júliával és Molnár Krekics Olgával beszélgetünk, akik a Vajdasági Versmondók Egyesületének 25. évfordulója alkalmával egy ünnepi műsorral készültek. Köszöntöm Önöket! És köszöntjük a közönség! Hogyan született meg ez a műsor, ennek a gondolata? A gondolata úgy született meg, hogy verseket olvastam. És találtam egy Király László által közzétett verset, Halljátok-e a dalt. És annyira megfogott ez a vers a nyelvről, az összetartozásról, a nyelv, hogy mennyire igyekeztek tönkretenni a nyelvünket, ugye tudjuk, határon kívüli közösségekben élünk, Király László különben egy erdélyi költő. De minthogyha az én gondolataimat mondta volna el, csodálatosan szépen megfogalmazva, és hát sok verset szoktam így olvasgatni, mert az engem így át szokott segíteni egy-egy nehéz embernek, nehéz pillanatait, egyedül élek, van két családom, meg gyönyörűek, meg minden, csak nem itt vannak. És hát én nekem ezek a versmondóim szinte az én pót, gyerekeim, unokáim, és hát a nyár ez egy kicsit meleg volt, nehéz volt, és mindig csak olvastam, még találtam mást is. Egyszer, és mondom én az Olgának, hogy te valami olyan csodálatosat még hallgatod, és elkezdtünk erről beszélgetni. Hát miért ne csinálnánk még ilyen műsort? És ez a vers kapcsán indult el tulajdonképpen az egész gondolat, mert hogy 25 évesek vagyunk, és ugye a nyelvünk, az anyanyelvünk, a mindenünk, és a versmondás ez egy külön-külön szépség. Hát én nem vagyok, annak ellenére, hogy nagyon sokat mondtam verset, meg a felkészítő tanárként, vagyis versfelkészítőként, állandóan 22 éve gyerekekkel vagyok, de én ritkán álltam színpadra nagyon, és hát ő nagyon aranyos volt, és átsegített engem ezeken a dolgokon. Én pedig kiválasztottam olyan verseket, amik nekem nagyon fontosak voltak, kezdve onnan a gyerekkortól egészen ugye a 80 évemig. Tulajdonképpen az egész életem minden szakaszából van egy vers, ami hát nekem nagyon sokat jelent. A gyerekeimről, a felnőtt korról, magáról, erről, amit csinálok, a nyelvről, és azután hát emlékek édesapámra volt, férjemre, stb. És ezek nagyon-nagyon közel álló dolgok. Valószínű azért ilyen kedvesek a számomra, és talán azért is bátorkodtam ezeket elmondani a másoknak is, megosztani ezeket a szép gondolatokat, amiket persze a költők adtak a kezünkbe, de hát a verset pedig mi keltjük életre, ugye a versgondok. Hogyan épül fel ez az előadás, mi az üzenete, milyen szövegek hangzanak majd el? Hát mondanám azt, hogy ez olyan, mint Csolohov az Ember és Orsz című kisregénye. Tehát úgy építettük föl a verset, hogy a gyerekkortól a szépkorig, hogy ne mondjam öregkorig, szépkorig, ugye milyen sorsfordulókon megy át az ember. És hát mi már ezt bátran elmondhatjuk, hiszen mindezeken a dolgokon keresztül mentünk, tehát saját bőrünkön megtapasztaltuk, hogy milyen egy párkapcsolat, milyen buktatói vannak, milyen örömei vannak, milyen a szerelem, milyen a betegség, milyen a magány. És tehát indul a gyerekkorra való visszaemlékezéssel, és aztán a szerelmen át, a pubertáskori szerelemtől a családalapításon át, ugye az öregedés folyamatáig, amely keserédes folyamat. Tehát emberi sorsfordulók több képben, de nagyon jól kiegészítik egymást a versek,
és ugyanakkor tájbelileg is vándorolunk, mert az oroszországi sztyeppe világától eljutunk a vajdasági tájakig. Tehát Fehér Ferencnek vagy Tóth Ferencnek a Vágóhíd soráig, ugye. Tehát vannak régebbi, klasszikus költők is, és vannak kortárs költők is ebben az összeállításban. De a mondandó az, hogy soha se adjuk fel. Ember küzdj és bízva bízzál. Anna Akhmatova. A tenger szélén. Részlet Rab Zsuzsa fordításában. Szürke szemű magas fiú volt. Ifja fél évvel nálam. Muskotályos illatú rózsát, fehér rózsát hozott, s szeléden kérdezte tőlem. Ülhetek-e melletted a partikövön? Nevettem. Miért hoztad a rózsát? Megszúrja az ujjam. Akkor hát, felelte, nem tudom, mit évő legyek, mivel hogy olyan nagyon beléd szerettem. Megharagudtam rá. Te szamár! Mi vagy te, királyfi? Nevettem. Szürke szemű fiú volt. Ifjabb fél évvel nálam. Feleségül akarlak venni. Felnövök hamarost, és majd éjszakra megyünk. És sírva fakadt a nyurga fiú, mivel én nem akartam a rózsát, sem elmenni éjszakra vele. Vigasztaltam buta szóval. Cárné leszek. Mit akarsz hát? Ilyen fér kell-e nekem? Barátnak állok akkor Herszon klastromába, felelte. No, az nagy butaság. A barátok folyton meghalnak, más se csinálnak, mindig temetik valamelyiküket, s társai el sem siratják. Elment a fiú búcsú nélkül. Elvitte a muskotály szagú rózsát. Hagytam, hogy menjen. Nem szóltam utána. Maradj még. Alacsony part, öblök hasogatják. A füstös nap a tengerbe zuhant. Barlang jelölt cigánylány ujjával odahít magához. Miért járt nyönyönű mezítláb? Vidám, s gazdag leszel hamarost. Jeles vendéget hoz a húsvét. Meghajolsz majd mélyen előtte, sem szépséggel, sem szerelemmel, énekeiddel csábítod majd el. A sós szél elhozta hozzánk Herszon húsvéti harangmuzsikáját. Minden kongás visszhangzott a szívemben, vér nyargalt szét ereimben tőle. Lenocska, szóltam én húgomnak, most el kell mennem a partra. Ha királyfi keresne, magyarázd meg, merre talál rám. Talán utolír a sztyeppén. Ma csábít, és hív a tenger. Hol hallottad a dalt a királyfit, ami ide hozza? Kérdezte húgom tág szemmel. Hisz a városban sose jártál, itt meg másféle az ének. Közel hajoltam egészen, s azt suttogtam. Tudd meg, nem hallottam. Én magam kitaláltam. Nincs annál szebb dal a földön. De ő nem hitt a szavamnak. Hallgatott duzzogva sokáig. Én csöndesen lehevertem a parton, s már nem tudom, hogyan elaludtam. Arra ocsuttam fel, vitorla csattog közelemben. Előttem derékig a tiszta vízben hatalmas rénember tapogatja a parti sziklák mély hasadékait, s rekedten segítségért kiabál. Hangos imába kezdtem, amire kiskoromban tanítottak, hogy ne legyen rossz álmom, hogy házunkat kerülje a baj. Ó, megváltó, könyörögtem. S látom, az óriás öregember karján fehérlik valami, s megdermedt a szívem. Kitette a partra a legfehérebb, legvidámabb jacht utasát.
elnyújtóztatta a fekete sziklán. Soká nem mertem hinni magamnak. Ujjamba haraptam, hogy felocsudjak. Kedves, napégett arcú királyfin feküdt némán, az égre merett. Tengernél zöldebb volt a szeme, sötétebb ciprusainknál. Láttam, ahogy kialszik a fénye. Inkább vaknak szült volna anyám. Hangos kiáltás tört ki belőle. Jaj, fecske! Fecske! De fáj! Madárnak látott bizonyára. Alkonyodott. Hazamentem. Mély csönd a sötét szobában. Az örök mécsből málna vörös hosszú kis tűznyel tört fel a magasba. Nem járt itt a királyfi, mondta Léna lépteim neszére. Vártam egészen estig. Elküldtem érte a kikötőbe. Nem jön már soha, értem. Nem tér soha vissza, Léna. Meghalt ma királyfi. Hányta húgom sokáig a keresztet. Befordult szótlan a falnak. Tudtam, hogy sír a sötétben. Hallottam a gyászzsoltárt a királyfi fölött. És Krisztus feltámadott a halálból, s leírhatatlan fényben úszott a kupolás templom. Ha jól tudom, akkor önökön kívül vannak még, akik közreműködnek az előadásban, kik ők és hogyan. Bede Anetta az egyik közreműködőnk, ő elsősorban versmondóként ismerte meg a színpadot, kiváló bácsfeketehegyi versmondó, de jelenleg ő most a Szabadkai Középfokú Zeneiskola tanulója, Heródek Éva tanítványa, tehát szólóéneket tanul, kiváló aranytorkú fiatal lányka. A másik ideiglenes, vagy néhai, a helyzettől függően néha társul hozzánk, ugye a Topolyai Szenti Áron, zongoraművész és tanár, aki az arany évforduló kapcsán arany egyik versét kíséri, a Letészem a lantot című verset, és nagyon szépen beleillik ez a versnek a végén. A lant az, mint fogalom és mint jelkép, végig ott van ebben a versfolyamban. Petőfi jövendülésével kezdődik, ahol ugye lantot ragad az ifjú költő, tehát azt jelenti, hogy álmaink vannak, mint fiataloknak, vágyakozunk, terveink vannak, ugye. Aztán megjelenik Sziveri János Bábelében is, ahol a lant a sorsot jelenti, a sorskerekét, és befejeződik Arany János Letészem a lantot című versével, hogy tőlem ne várjatok dal, tehát hogy most már annyira kifáradtam, megbetegedtem, elegem van az életből. De aztán ezt a buskomorságot felváltja Buda Ferenc Fohász a Viradatban című verse, amely mindenünkért szól, és egy nagyon optimista kicsengéssel zárjuk le. És Anettról még annyit szeretnék elmondani, hogy tehát másodikos ellenista kora óta foglalkozott versmondással, és hogy ez mennyire fontos volt, gyönyörű hangja van, és most zenét tanul, hogy elmondtuk a verset, elolvasta a verset, és hogy mennyire ráérzett, hogy most ez itt tényleg nagyon szép ez a dal, ahogy kiválasztottuk, akkor ne ez legyen, talán emez legyen, ez jobban megfelel a vers hangulatának, és ő, ugye itt két érett hangról van szó, ő pedig egy ilyen fiatal, és nagyon jól kiegészíti szerintünk az összeállítást, és igen, ahol eddig fölléptünk, mindig nagyon megdíthetünk
dicsérték természetesen, és nagyon örülünk, hogy, hogy velünk van, és ő pedig szintén nagyon örül, hogy, hogy mi őre gondoltunk, és hát nagyon örülünk. Szárnyat adtunk neki. Jártak-e már valamerre ezzel az előadással, illetve a jövőben Topolyán kívül tervezik-e tájoltatni? Igen, jártunk, tehát Bárcsfeketegyen bemutattuk ugye az ünnep kapcsán, ünnep előestéjén, a Dudás Kálmán Vers és Prózamondó találkozó elsején volt, mi pedig hát 30-án mutattuk be ezt az összeállításunkat, és meghívtak bennünket Óbecsére, és a Magyar Kultúra Napján ott volt egy nagyon sikeres föllépésünk, nagyon kedvesen fogadtak, nagyon csodálatosan megszervezték az egészet, úgyhogy ezúttal is köszönetet mondunk érte, és nagyon telt ház volt, és csodálatos érzés volt, hogy ennyi embert érdekelt ez a mi szállításunk, és hát sikeres volt, és utána sajtó is, ez is, az is. Hát szeretnénk, ha meghívnak bennünket, akkor nagyon szívesen elmegyünk máshova is természetesen. A versmondónak az a fontos ilyen alkalmakkor, hogy amikor kiáll a színpadra, érezze, hogy együtt lüktet, együtt ver a szíve a közönséggel, együtt lélegzik vele. Óbecsén ezt megéreztük. Hát nagyon reméljük, hogy Topolyán február 28-án ugyancsak ezt az élményt meg tudjuk élni a topolyai közönséggel. Úgyhogy én mindenkit Lucival együtt szeretettel várunk erre az előadásra. És természetesen, hogy pályáztunk, hogy ezt az előadást tudjuk elvinni majd több településre. Folynak a megbeszélések anyaországi vendéglátókkal is, de hát ugye itt a télen nem igazán merészkedett, bátorkodott bárki is vendéget hívni, mert nem tudni, ugye, hogy milyen idő, meg milyen határátkelési lehetősége. De mi reméljük, hogy ahogy kitavaszodik, akkor beindul a túra. Úgyhogy. És ez az előadás, kettőnk előadása egyrészt úgy mondom, hogy úgy szeretném, hogy példaértékű is legyen. Nálunk itt a Vajdaságban nem jellemző az, hogy szépkorúak fellépjenek és verset mondjanak. Magyarországon, Erdélyben igen. Mindenki azt mondja, hogy amikor eléri a nagymamakort, akkor végre felszabadult, és átadhatja magát a szenvedélyének, a hobbiának. És nagyon kellemes találkozni hasonlókorú versmondókkal, akik jól mondanak verset, jól értelmeznek verset, csak előtte nem volt idejük erre szánni az idejüket. Tehát, hogy ez a mi közös produkciónk legyen egy kicsit egy ilyen felhívás is a hasonlókorú egykori versmondókhoz, hogy bátorkodjanak ismét színpadra lépni, hiszen az érett hang és a tapasztalat megosztása az sokat jelent, ami annyira megviselt környezetünkben, lelkileg, testileg megviselt embertársainknak, hogyha halljuk, ha másoktól is hallják ugyanazokat a gondokat, ugyanazokat a problémákat, ugyanazokat a szenvedéseket, akkor már nem érzik magányosnak magukat. Nem érzik talán azt a depressziót, nem érzik talán azt az elhagyatottságot, ami most nagyon rányomja a pecsétjét a vajdasági településekre, falvakra. Tehát hangsúlyozom, aki csak teheti, vegye fel a lantot, és pengesse a fúrjait, szépkorúan is. Mert a vajdasági magyar versmondók, amikor meghirdetik a versenyeiket, mindig meghirdetjük, hogy a szépkorúakat is nagyon szívesen látjuk a versenyeinken, tehát még ez is, hogy ne hagyják abba, aki érez magát. Van egy ritkán, bár az utóbbi időben, hát igen, most voltak vendégeink Magyarországról, szépkorúak, hát azok inkább felnőtt korúak, de az egyik már szépkorúnak mondhatja magát, és mi annak nagyon-nagyon tudunk örülni. Mert egy teljesen más
ez mint az élet is, ugye, hogy már másképp mondja, talán ugyanazt a József Attila verset, másképp mondja fiatalon, középkorban, és másmikor már az igazi tapasztalat áll mögötte, vagy Babits, vagy bármelyik költőnket mondhatnánk, ugye. Hogy ez másképp szólal meg a szívkorúaknál. Ajkáról. Talán akkor, amit önöktől megtanulhatnak a szépkorúak vagy idősebbek, hogy a verseken keresztül is mennyire jól ki tudják fejezni az érzelmeiket és a gondolataikat, és hogyha másképp nem tudják elmondani akár a családjuknak vagy a körülöttük élőknek, akkor ilyen módon is ki tudják fejezni ezeket. Én nekem meggyőződésem, hogy a versmondás az terápia. Mind fiataloknak, tiniknek főleg, és az időskorúaknak is. Én foglalkozom tizenévesekkel is, és tudom, hogy a jól megcélzott verssel mennyire tudok segíteni neki azon, hogy egy-egy problémát átviseljen. Úgyhogy fontos etéren is a vers. Így a beszélgetésünk végén akkor foglaljuk még egyszer össze, hogy itt Topolyán milyen előadást láthatnak az érdeklődők, mikor és hol. Tehát február 28-án a Halljátok a Dal című verses előadóestet, amelyben kettőnk kívül fellép Bede Anett énekkel, Szent Járon pedig zongorán. A Művelődési Ház kiállító termében lesz ez az előadás, 18 órai kezdettel ingyenes a belépés. Én köszönöm szépen önöknek ezt a tartalmas beszélgetést, remélem, hogy a jövőben is lesz majd még lehetőségünk hasonló előadásokról beszélgetni. Úgy legyen, köszönjük a meghívást! Köszönjük.